találkozó végén vagyunk, és egy fiatal tehetséges játékot szeretnénk bemutatni a Boly Televízió nézőnek, Oszlár Ági. Ági, sok szeretettel üdvözlök, régóta ismerjük egymást, legalábbis kézilabda berkeikben édesapád nagyszerű ember, nagyszerű barátom, azt mondom, és nagyszerű kézilabdázó és edző, aztán a bátyád is külföldön folytatja jelenleg a tevékenységet, aztán te meg standard játékos lettél, úgy mondom, a mai csapatban beverekedted magad, gólt is dobtál. Milyen érzés a mai találkozó után egyáltalán? Hogy érzed magad? De kicsit magadról kezdenénk. Hol találkozhatunk veled egyszerű hétköznapokon? Hát üdvözlök én is mindenkit. Nagyon jó érzés volt játszani. Nagyon jó érzés, hogy egy NB1-B-s felnőtt csapatba én játszhatok és bekerülhetek. És nagyon örülök, hogy lehetőséget is kaptam. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat. IFI-ben rendre szoktad dobni a gólokat, tehát jegyeztem. Milyen érzés az IFI csapatban dobni 10-15 gólt, itt a felnőttben pedig 1-2 találatot szerezni? Hát ez ilyen, az IFI az azért egyszerűbb, mert ott nem olyan erősek és nagyok az emberek, de hát megtiszteltetés persze. Milyen poszton szeretsz játszani? Jobb szélső vagyok, és ott szoktam játszani az IFI-ben. Néha játszok jobb átlövőt is, de a jobb szél az igazi posztom. Mondjuk a termete az igazi átlövős termete, tehát magas, csinos hölgy vagy. Kicsit talán a családról. Mennyibe ragadt rád édesapád, testvéred, kézilabda szeretete, tudása? Hát... Jó kérdés. Igen. Hát nagyon rám ragadt, mert apukám is nagyon nagy kézilabda rajongó, meg a bátyám is. Hát bátyám ugye ő is jobb szélső, de ő balkezes. Apukám is szélső volt. És akkor én is szélső lettem. A csapat, mennyire vagytok együtt, hiszen itt van Erdély Bianca is, aki talán ma a mezőn legjobb volt, 11 gólt szerzett. Mennyire vagytok együtt? Úgy látom, nagyon együtt van a gárda, hiszen 3 győzelmet arattatok Zsinórban egymás után. Persze jönnek még nehéz meccsek, de a csapat ott van a 4. helyen. Nagyon jó csapat, össze vagyunk szokva, nagyon jó hangulatba telnek az edzések. Mindenki segít mindenkinek az edzésen is, a meccsen is. Nagyon rendesek velünk a felnőttek, a velünk kicsikkel segítenek, hogy bekerüljünk a csapatba. A Biancának gratulálok, nagyon szép teljesítményt értem ma, és szerintem ez egy nagyon jó csapat. Hogyan tovább, hiszen utaztok Budapestre, Pénzügyőrhöz, aztán pedig jön a Nagyatát, lesznek kemény meccsek, Győr 2, Fradira gondolok. Mennyivel lenni te elégedett? Tehát mennyire szeretnéd a helyedet a csapatban megtartani, bekerülni, mint ahogy Bianca is valamikor, tehát tartaléksorban volt, aztán most a kezdőben ki se lehet őt hagyni. Te hogyan látod a te esélyeidet? Hát nem tudom, ez végül is attól függ, hogy ugye hogy játszik a másik, az első számú jobb szélső. Remélem, hogy neki azért jól fog menni a játék, de örülök, hogyha 10-15 percet legalább kapok. Kemény meccsek lesznek most, küzdeni fogunk, nem tudom, hogy sikeres lesz-e, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte. Nem vagytok ilyenkor, hiszen ketten vagytok ezen a poszton, sőt majdnem hárman, nem vagytok ilyenkor, irigyek egy kicsit egymásra, vagy egymás sikereinek tudtok örülni? Szerintem tudunk egymás sikerének örülni, és biztatjuk is egymást mindig, hogyha valakinek esetleg nem megy. Szerintem jobban vagyunk egymással nagyon. Hagylak különben pihenni. Mi lesz most a pezsgő sorsa, hiszen pezsgőt kapott a legjobb játékos Bianca. Ilyenkor mit szoktatok tenni? Hát kivontjuk, és mindenki iszik belőle. És te is iszol egy kortyot? Hát talán. Egy kérésemet azért nem teljesítetted a szabad, csak a környékbeli nézőkedvér. Hétköznapokon téged hol látok, hol tanulsz, egyáltalán hol fordulsz meg? Én ide járok Mohácson a Kisfaludi gimiben, és hát az edzésen kívül sajnos másra nincsen nagyon időm. Szóval csak iskolába járok és edzésre. Jenő, a találkozó végén, amíg telefonon is keresnek, biztos eredményt érdekel. Hát legalábbis benne volt ebbe kötelező győzelem. Voltak pillanatok, de a csapat nagyon hozta magát. Én fölírtam magamnak egy mondatot, ami a te javadra szól, azt kell mondom, erőllét. A fantasztikus erőlléte volt ma a mohácsi játékosoknak. Végig bírták szusztal erővel, bármelyikük látszott azért, itt-ott Kalózs Zsófián, de Erdélyre gondolok. Felfutásban rendre gólokat szerzett, 11 találatot szerzett ez a kislány, aztán a csereként beállt, szerepeltette a fiatalokat. Nem csak a lányok vizsgáztak be ötösre, hanem te is. Ugye kicsit hallanánk a véleményedet. Hát igen, hát erre törekszem, hogy mivel nagyon fiatalok vagyunk, és talán technikai képességekben, meg taktikában még azért nem vagyunk azon a szinten, amit szeretnék elérni. Ahogy a múltkor is mondtam, ősztől várható ez.
de az erőlétet az folyamatosan fejleszünk, és nekünk igazából akkor van esélyünk, hogyha végig tudunk futni egy mérkőzést. Most ebben a mérkőzésben is voltak hullámvölgyek, pont annak köszönhetően, hogy nem futottunk eleget, illetve hát a védekezésünkben sokszor belealudtunk, holott megbeszélt, gyakorlatilag átbeszélt, levideózott, kilassított, edzésen gyakorolt megoldásokból kaptunk gólokat, és ezért vagyok egy kicsit dühös, de egyébként a győzelem az mindenképpen fantasztikus volt. Így van. Azt fölírtam, hogy erőllét, aztán a játékvezetőket is hibáztattam egy-két esetben, ők se álltak a feladat magaslatán, néha ellentétesen ítéltek, ez is benne volt, de a lányaink akarása, aztán a cseresor, Oszlán Rágit is behoztad, gólt szerzett a játékos, óriási dolog ez a számára, a csapat együtt volt nagyon. És jön most egy könnyű meccs, azt mondtuk a piac ellen, jó magam, én 6-7 gólos győzelmet tippeltem, több lett belőle, jön a pénzügyőr, azaz megyünk idegenben, aztán pedig a nagyatán nem könnyű ellenfelek. Hogyan, erre hogyan készültök? Hát egyik se könnyű, egy mondat erejéig visszatérnék a kérdésedre, vagy felvetésedre. Én azt gondolom, ez a játékvezetés, ez a mérkőzés színvonalát nem ütötte meg. Én nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, de ilyen felfogásban játékvezetést nem nagyon láttam, és ehhez mindkét csapat nagyon nehezen alkalmazkodott. Én ezt, ha kell, akkor videón el is mondom az illetékeseknek, de ez a fajta játékvezetés, ez nem való kézilabda pályára, és mindkét csapatot sújtják folyamatosan, és nem tudják a játékosok, fiatal gyerekekről van szó gyakorlatilag, hogy egyáltalán hogyan kéne kézilabdázni ezekbe a szituációkba. Ellentétes ítéletek voltak mind a két részéről, aztán van, amik az egyik oldalon megadtak, nálunk nem, tehát fordított ítéletek tömkelege volt. Hát így van, hát nekem se tetszett, de hát lépjünk túl rajta. A másik része a kérdésednek. Pénzügyőr, Nagyatán. A pénzügyőr Spartakuszhoz megyünk jövő héten. Extrém időpontba fogunk játszani vasárnap délután 11 órakor, az azt jelenti, mennyire tudtok délután játszani? Ez is mindig a csapatoknál jelent valamit. Hát semennyire, mivel hogy nem játszunk délelőtt, edzés is délelőtt, ráadásul vasárnap délelőtt ugye mindenkinek a pihenés jár a fejébe, bioritmusa így van beállítva. Hát ez egy tényleg extrém helyzet, ezt úgy tudom egy picit modellezni, hogy szombaton délelőtt is edzeni fogunk, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a budaörsi edző kollégám, a Mihály Attila, ha minden igaz, akkor jövő hétre elküldi az velük játszott mérkőzésnek a felvételét. Ezt kielemzem, aztán megmutatom a lányoknak, és így készülünk. Hozzáteszem, nem lesz egyszerű mérkőzés, nem csak azért, mert hajnalba kell kelni, hanem azért is, mert azért a Spari az egy masszív csapat a hazai közönség előtt. Akkor még egy jön a Nagyatán, tehát egy kicsit közönségnek harangozzuk be, legközelebb hazai találkozót, mit tudtadnunk őróluk? A Nagyatádról azért többet tudunk, mert játszottunk velük itt tavasszal a felkészülési mérkőzést. Én azt gondolom, a Nagyatádot hasonló szintű fizikai munkával és pontos passzokkal szintén gyakorlatilag hazai pályán le kell, hogy tudjuk győzni. Az egy másik mérkőzés, hát most egyelőre a Spartakusz, ami fontos.